December 13-a, Luca napja. A néphagyományban ehhez a dátumhoz számos hiedelem, jóslat és babona köthető. Például a Luca búza, ami a következő év termésére utalt. Ebben a tálkában Luca napkor búzát vetettek, beleállítottak egy vagy több gyertyát, és megvárták azt, hogy karácsonyig ez a búza, ez sarjat hozott, ugye, hajtásnak indult, és ebből tudta következtetni arra, hogy a következő évben milyen lesz a termés. A legismertebb népszokás talán a lucaszéke. A kifejezést az igen lassan készülő dolgokra szokták használni. Az ülőkét december 13-án kezdték el összeállítani, és karácsonyra kellett elkészülnie. A 9 féle fából faragott ülő alkalmatosságban egy szög sem lehetett. Amikor ezek a székek elkészültek, akkor ugye a éjjeli misére a legények becsempészték a templom, általában a bejáratnál, vagy ahol a harangkötél volt, és erre ráálltak, és akkor meglátták azt, hogy a felekezetben ki a boszorkány, ugyanis akkor szarvat növesztettek. Hazánkban főként a Dunántúlon volt elterjedt az úgynevezett lucatök készítése. Ezen a napon az emberek 2 szemet, egy mosolygós szájat és egy orrot faragtak a sütőtökökbe, amiket ezután az ablakokba helyeztek, hogy ijeszgethessék egymást. Éjszaka még egy gyertyát is meggyújtottak bennük, hogy még látványosabbak legyenek.